Bululú! Hát azt se tudom, srácok, hogy hol kezdjem pontosan, hogy hol kezdjem ennek a játéknak a bemutatását. Sok emlékem fűződik hozzá. Rengeteget, de rengeteget játszottam ezzel a játékkal a gyerekkoromban. És baromira élveztem. Lamba is játszottunk haverokkal, szülőkkel is csapattam, meg egyedül is rengeteget játszottam. Ugyan szerintem, hogy az Age of Mythology-nál sem, ennél sem játszottam a játékot végig csalások nélkül, úgyhogy majd annak is eljön az ideje. Annak is eljön az ideje, hogy ezt is végigjátszok így streamben együtt. A játék jelenleg 20 euró, hogyha nem néznénk a kedvezményeket, de most éppen Summer Sale van, szóval 5 euróért rá lehet mozdulni. Az egykori Ensemble Studios és a Microsoft közreműködésével hozták el nekünk ezt a játékot, az alapjátékot, nem a Definitive Edition-t. Hát az Ensemble Studios az utolsó játéka a 2009-es Halo Wars volt, szóval hogy ezt már nem ők csinálták. Ezt már nem ők csinálták. A 97-es első rész sikere után ez a Királyok korába került át a középkorba. Ez a játék egy real-time stratégiai játék, aki esetleg nem ismerné. Nyersanyagokat kell gyűjteni, városokat kell építeni. Korokon át kell haladni, ugye azért is a neve az Age of Empires, mert hogy korok vannak, bizonyos kor, ugye a középkorba játszunk, és át kell menni a sötét koron, keresztül a feudális koron, a kastélyok koráig, és végül az imperiál, a birodalmi korba kell áthaladni. Ezeknek a korváltásoknak megvannak a bizonyos feltételei, bizonyos épületek, technológiák kitanulása, megépítése. Az újabb korokkal egyébként új egységeket, struktúrákat és technológiákat lehet feloldani. Hadsereget kell felállítani, ellenséget legyőzni vele, és még történelmi kampányokat is egyébként megcsinálhatunk ebben a játékban. Nagyjából ennyit az Age of Empires 2-ről, így röviden, tömören. Ez a játék 2013 áprilisában megkapta a HD Edition-t, hát ugye akkor mindenből is megcsinálták a HD Edition-t, úgyhogy az Age of Empires 2 is megkapta, és hát ez annyit jelentett igazából, hogy kicsit szebb lett a játék, és megkapta a 16.9-es támogatást, valamint Steam-en keresztül lehetett multizni, és megkapta a Steam Workshop-os integrációt. Ezzel az embereknek az volt a legnagyobb problémája, hogy én már megint meg kell venni az Age of Empires 2-t, és ahhoz képest amúgy nem sokat változott. Na de, ellenben a Definitive Edition-nel, ami most a 20 éves, hát most, 2019-ben, a 20 éves évfordulójára megkapta az elég durva felújítást a 4K grafikával, teljesen felújított zenével, 3 új kampánnyal, 4 új civilizációval, ami a The Last Khans nevezetű ilyen csomag keretei, tehát ez a Last Khans-t hozta magával, a 4 új civilizációt, amiben benne vannak a bulgárok, a kunok, a litvánok és a tatárok. Aztán jöttek kóp kampányok is, amit itt volt egy kép róla, tehát hogy kóba lehet nyomni a kampányt, ami újdonság, elég nagy újdonság szerintem. Tartalmazza az alap, tehát ez a Definitive Edition-ben benne van az alap Age of Empires 2 első kiegészítője, a Conquerors, amiben benne vannak a hunok. Aztán tartalmazza a HD Edition-ös kiegészítőket is, a The Forgotten-t, ami alapból egy rajongói projekt volt. Abban már vannak magyarok.
Ott van még mellette a The African Kingdoms és a Rise of the Rayas is, ami ugye a HD Editionhez jött kiegészítő. Szóval, hogy ebben a 20 eurós Definitive Editionben ezek eddig benne vannak, tehát hogy így ahhoz képest így brutál sok minden van ebben a játékban. Kaptunk új AI-t is, tehát jelenleg a Definitive Editionben 3 AI ellen lehet harcolni. Ugye ott van benne az Age of Empires 2-höz elkészült alap AI, a HD-s AI és a Definitive Edition-ös AI. Nyilván, ahogy haladtunk előre a korba, egyre okosabb és okosabb ellenfeleket tudtak csinálni a fejlesztők. Ugye az Age of Empires 2-es AI az gyakorlatilag a csaló AI volt, aki látta, elég jól látta a térképet hozzánk képest. A Definitive Edition-ös AI már sokkal modernebb, de mégis megveri egyébként a többi AI-t. Erről egyébként van is egy videó, ahol összeállítják, tehát hogy összerakták, hogy bent van a három AI, és elemzik, hogy melyik éppen mit csinál. Az amúgy tök érdekes. A Definitive Edition-nál jobb lett az egységek útkeresése, az egységeknek már több feladatot lehet adni, mert ilyen cube-ba teszik a munkát, egymás után majd elvégzik azokat, és a farmok már például automatán megújulnak, tehát nem kell folyamatosan figyelni, hogy akkor most mi a helyzet a farmokkal, hanem azok így automatán megújulnak. És ugye kiadták 2019-ben, és jönnek hozzá folyamatosan a kiegészítők. 2021 elején jött a Lords of the West, amivel a Burgundia és a Sziciliai civilizációk jöttek be, három új kampánnyal. Aztán 2021 augusztusában a Dawn of the Dukes, amiben a bohémok és a polzok, az akkori lengyelek, szintén három új kampány. A Dynasties of India, az 2022 közepe fele jött, amiben a bengáliak, a dravidák és a gurdzsardézák jöttek, szintén három új kampánnyal, és hát nemrég érkezett meg a Return of Rome, amivel megkaptuk a rómaiakat a játékba, és egyben az Age of Empires 1-et az Age of Empires 2-be. Hát ezt olyan kétesen fogadták egyébként a rajongók. Hát ebben a játékban az elő felsoroltak alapján bőven van content. És most ezt fogjuk megnézni, annak apropóján, hogy elkészült hozzá előző héten a magyarítás. Bizony. Köszi szépen, Valdorf, a 4 évet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, és köszi szépen, Szemánz, a pergetést. Ezt most itt végignézzük. Nekem nagyon tetszett az Age of Empires 2-nek az ilyen trélere, intrója. De itt az most nincsen. Ja, igen, amúgy igen. Tehát, hogy az, ami itt van most mögöttem, tehát most konkrétan éppen egy event van az Age of Empires 2-ben, Minecraft legendákat lehet csinálni, például a malacokat át lehet skinezni Minecraftosra. Mutatom amúgy nektek a beállításokat. Csúfolódás tiltása. Hagyományos hangsávot lehet lejátszani. Belemerülő.
azt gondolom az immerzív. Hát van ilyen narrálás, ugye, ahogy mondják, hogy mi van, hol van, ez ilyen kisegítő lehetőség. Jó. Ja, ennyi. Ennyi. Szevasztok, szevasztok. Megpergetem már én is itt Veldófnak, nehogy már lemaradjon. Szegény Veldóf nem kap pergetést. Ja, úgyhogy az alap játékot fogjuk játszani, mármint úgy, hogy úgy alapjátékot, hogy a Definitive Edition egyjátékos kampányát, és természetesen a tutoriállal kezdünk. Ja, és a magyarítás egyébként Xboxon is elérhető. Ugye évelejétől, tehát január végétől Xbox Series-en és Xbox One-on is elérhető az Age of Empires 2. Megtanuljuk természetesen az alapokat. A háború művészete. Mehet az alap tréning. Vezető nélkül maradtunk. A halocskót királyunk... Délfelől kúszik be a háború, ahová nyakikláb Eduard, az angol király visszatért a sikeres vázi és franciaországi hadjáratokból. Ahogy Longshanks Skóciára irányítja figyelmét, a félelem árnyéka szétterül a felvidéken. Az angoloknak ezer velszi hosszú jászuk, több száz lóháton szágódó lovagjuk és túlzatnyi ostrom fegyverük van. Nekünk skótoknak csak képzetlen katonáink dübörgése marad, akik nem is tudják, hogyan kell egyenes vonalba menetelni. Hamarosan cselekednünk kell. Ha bármilyen esély is van az ellenállásra, akkor minden szükséges eszközzel hadsereget kell kovácsolnunk. Így van, sose játszottam még a Definitive Edition-el, úgyhogy meg kell tanulni, hogy azt hogy kell játszani. Azt mondják, hogy... Kövesd az utasításokat, hogy elérje a skót faluba. Tippek. Görges a térkép további részeinek megtekintéséhez az egér képenyő szélére mozgatva. Egéren a képenyő szélére mozgatva. Mozgasd az egeret a képenyő legalsó részére, hogy lefelé görgethess. A felderítőink jelentése szerint az előttünk álló út a közeli skót faluba vezet. Az angolok egész Skóciát terrorizálják, és itt az ideje, hogy visszavágjunk. De ha le akarjuk győzni őket, akkor mindegyikünknek meg kell tanulnia, hogyan kell menetelni és harcolni. Kövesd az utat a kék zászlóig, először kattints a katonára. Jó, most kattints a gombbal a kék zászló közelébe. Mindjárt, de meg kell nézzük, hogy néz ki ez a katona. Ő egy polgárőr. Jól lehet hallani a játékot, srácok? Jó, most menj a következő zászlóhoz. Kattints a katonára, majd jobb kattintással a zászló közelébe. Bitfir? Excellent. Kiváló, ahhoz, hogy a következő zászlóhoz menj, át kell haladnod a fekete területen. Ha a fekete területre lépsz, egyre több tárul fel a térképből. A fekete terület feltáratlan területet jelent. Ennyi volt, most folytasd az utat a következő zászlóig, ahol találkozhatsz néhány szövetséges katonával. Legeslegjobb stratégiai játék számodra? Ez a hang. Tehát most a kijelölést magyarázzál, hogy jobb klikkel mozgatom őket, bal klikkel pedig ugye ki lehet őket jelölni. Hogy nyomja ott a paripa? Ennyire ki lehet amúgy zoomolni. Ezen is amúgy változtattak, tehát régebben nem lehetett ennyire kizoomolni. Csak talán max ennyire. De most már ilyen messziről is lehet.
Minden egységet bejutott a zászlóba. Az előtted levő utat egy angol előőrs őrzi. A képenyő tetejére húzza az egeret, görges fel az előőrs épületéig. Ezután kattints a piros előőrsre. Jobb gombbalak, kattints az előőrsre, hogy megtámad. Elvileg a rombolási animáció is sokkal durvább lett. Ú, ez a hang. Wow, a szenőrs megsemmisült. Így lassulnak majd az angol rajtaütések. Kövess tovább a falu felé vezető útat. Ó, de jól néznek ki az épületek. Az helyzet... Otthon, édes otthon. Az helyzet... De várj, az angolok dühösek, hogy megsemmisítetted az előrsüket. Megtámadják a falut. Szóval az emlékeimben ez a játék így néz ki. Ez is van per volt szinkron, vagy csak a háromhoz? Hát ezt most nem igazán értem, hát beszél közben a... Tehát, hogy így beszélnek közben, vagy most így miről van szó? Hát... Vagy nem lehetett hallani, hogy beszélnek? A háromban volt, hogy fákját dobáltak? Én a hárommal nem nagyon játszottam. Kipróbáltam, nagyon eltért a kettőtől, és így... azt mondtam rá, hogy ez szar. Ahogy a Dungeon Siege 3-ra is ugyanezt mondtam, annó, most már más fejjel állok a dolgokhoz, lehet, hogy most... most már amúgy tetszene. De hát ki kell próbálni, majd el kell jutni. Hát, hogyha majd játsszuk az Age of-okat, akkor a Mythology-t már végigjátszottuk, akkor lehet, hogy majd a háromig is eljutunk. A négynek pedig baromira jó a kampány része. Skóciának vannak katonai, ha csak kevés is, de ha vissza akarjuk fordítani nyakiglen Bedouard kapsi cselekedeteit, sokkal több újoncra és sokkal több aranyra lesz szükségünk. Ezeket a körülöttünk levő ősi köveket és tölgyeket hamarosan klánok vére áztatja el. Ott is van. Rendeltem a KFC-től Diablos izét. Erre a kiszolgált csajci mondja, hogy a kód elfogyott, nem tudnak adni. Amiatt vettem végül is, csak semmi gond. Az komoly. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz azzal, Nózi. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz azzal. Biztos, hogy megoldják, szerintem. A magyar civnél magyarul beszélnek a falusiak. Komolyan. Itt mondhatni háromszor vannak benne a magyarok a játékba. Vagy nem? Jó, nem háromszor, kétszer. Kétszer vannak benne jelenleg a magyarok, a, hát ugye hunokként, magyarokként, és hát a kunok is majdnem, hogy hunok. Amúgy van honfoglalás, meg van Attila the Hun kampány a játékban. Szia, Barbie. Megnézni a céljával, ez nem mondja el, hogy az mit jelent. Megölt egységek 3. Túlélte a végig. Szegény angolok. Panka, köszi szépen a 11 hónapot. Srácok, peregjenek a szövegek Pankának. Na, azt mondja, hogy következő küldetés.
Egy hadsereg úgy vonul, ahogy a gyomra engedi, ahogy a régi mondást tartja. Klányai évszázadok óta gazdálkodnak és jókat tenyésztenek. De egy hadsereg táplálásához elegendő élelemügy összegyűjtése teljesen más kérdés. Erős gazdaság nélkül az a kevés haderő, amit összefogtunk, ismét összeomlik. Régében ezerszer jobban nézett ki a játék, végén ez a statisztikás rész, hát én már nem is emlékszem. De a csillagok azok rémlettek, hogy azok így voltak. Gyűjts 50 élelmet, 50 fát és 50 aranyat! A falusiak gyűjthetnek élelmiszert, fát, aranyat és követ, melyekre szükséged lesz épületek építéséhez, technológiai kutatásokhoz és katonák kiképzéséhez. Felderítőid jelentik, a városközponttól északkeletre és délkeletre vannak aranylelőhelyek. Hát én ezt szerintem soha nem olvastam el, hogyha volt ilyen tip. A skót hadsereg támogatásához fel kell építened egy nyersanyagraktárt. 50 élelem, 50 fa és 50 arany kell a győzelemhez. Jó, tehát a bogyót kell szedjünk. Képen nyalán található állapot területen láthatod, egy falusi lakos mennyi étel tud elvinni. Azt hitták, hogy 10, de mondjuk én ezt nem látom, hogy hova írták, vagy hogy hol van az, hogy 10-et tud. Ja, volt tutorial régebben is, csak ez a Scout Report, erre nem emlékszem, mert én arra azt sose olvastam. Ott írják, hogy ott van. Ott vannak a nyersanyagok fölöttünk. Minél több a falusi, annál gyorsabb a gyűjtés. Erlav. Na hát, akkor kérünk egy kis levegőszeretetet. Ő meg azt mondta, hogy Gid. Na és akkor megyünk éjszakra. Tó. De jól néznek ki a fák meg a bokrok. Az árnyékok is amúgy rohadt jó. Megvan az 50 étel, még kell fa és arany is. Then right click a tree. If you haven't found any gold yet, search in the unexplored territory. Azt mondta, hogy ott van. Good. You found some gold. Ah, jó, akkor egyelőre nem csinálunk ilyeneket. Azt mondjuk, hogy mindenki most így váltson át a favágásba. Jól emlékeztem, hogy ponttal lehet az unatkozó falusiakra menni. Én milyen nemzettel vagyok? Keltával. Oké. Okay. És akkor most mehet az aranybányászás. Köszi szépen Panka a 11 hónapon. Szevasz Free, szevasztok srácok. Egyre biztosabb, hogy mi lesz az esti program. Na most már van elég aranyunk is. Akkor nyertünk, nem? Jó úton haladsz a városod kialakításában. GG easy konkrétan.
Jakik Lebedó Edrosz hír neve ellenére Walesben, Angliában és Franciaországban megmutatta, hogy katonai taktikája hatásos, nem kegyetlen és könyörtelen, valódi ellenség, akitől félni kell. Az angolok lerohanták Berwick-upon-Tweed városát, nevezhetnénk csatának, de valójában inkább mészárlás volt. Ha csak nem szervezzük meg a seregünket, újabb mészállások következnek. Imádkozom, hogy készen legyünk, mire Longshanks eljön. Mehet. De mi az a CA, vajon? Az a Camera Age? Az a Camera Age lesz szerintem, amikor vissza lehet nézni a meccseket, ha tippelnem kéne. A felvidéki falvakban esténként búrós hangulatban beszélnek a Skócia és Anglia közötti összecsapásokról. A héten elvesztettük Dunbar városát. A skót védők alakzata megtört és elmenekültek. Az angolok hadserege sokkal nagyobb és jobban képzett. Ahhoz, hogy versenyezhessünk velük, több újoncra lesz szükségünk, akik láncsát, kardot vagy íjat ragadnak. Át kell képeznünk ezeket a pásztorokat katonákká. Képezz ki 4 polgárőrt. Mindig fedezd fel a térképet, meg kell találnod az extra nyersanyagforrásokat, és fel kell derítened, mit csinálnak ellenségeid. A felderítőid jelentik. Nem hallottunk már a felderítőinkről egy ideje. Valószínűleg elvesztek az erdőben. Sok katonára lesz szükségünk szülőföldünk védelméhez. A győzelemhez létre kell hoznod 4 polgárőrt. Then click the Create Villager button in the lower left corner of the screen. Igen. Tessék. It takes time for the villager to appear. If your town center is selected, you can see the progress in the status area at the bottom of your screen. Ez az újdonság, nem, hogy ott is jelzi, hogy hogy állunk a falusi elkészítésével. Érdekes jelentés, uram, nem hal felülünk, mert elvesztünk. The villager has appeared next to your town center. Now, create another villager. Azt mondta, hogy csináljunk még egyet. További lakásra van szükséged a lakosság támogatásához. Egy ház építéséhez kattints a falusira. Épületek. Igen, és akkor kell nekünk ház. 5 lakosnak biztosít lakhatást a jelenlegi maximális népesség a képernyő tetején látható ott. Minél többen építik, annál gyorsabb. Hú, ez a hang. Azt mondják, hogy még egyet. Each house supports 5 units. Mindenhez 5 egységet tart el a kép. Igen, ezt mondtam is nektek. Shiho. Other buildings are made just like houses. Try building a barracks. The barracks is a military building. Na, azt mondják, hogy csináljunk a laktanyát, csak az nem itt van, hanem igen, ott. Nem itt van, hanem ott. Mi? A laktanya egy katonai épület. De hát nem is tudunk olyat építeni. Előrs, palánkfal és palánkkapu. Ez valami izé? Ez itt most valami prank lesz, mi? Hát a katonai épület, de nincs itt. Bal felül a 2 kard. Kardok a keresztben. Ja. Köszi. Ezt benéztem. Azt nagyon benéztem.
Barracks complete. Nem gondoltam, hogy ez a baraknak a gombja. Click the barracks, then click the create militia button. Selecting different buildings or units gives you different options. Most már tudunk csinálni polgárőröket. Univerzális gyalogos egység, erős épületek és gyalogosok ellen. Gyenge az ijászok vagy egyéb nagy távolságú egységek ellen. És azt mondják, hogy négy legyen. Forgere, Kart. Bunage. Mindenki vágja azt az egy fát. One militia unit. Create three more and you will have enough soldiers to protect this area and win the scenario. Click the barracks and quickly click the create militia button three more times to make three soldiers in a row. Ez már meg is van. De jól nézett ki, hogy megszületett a polgárőr. Now that you have a few soldiers, you'll be able to defend this area. Nincs alapból magyar nyelv a játékban. No, magyarítások.hu-ról töltöttem le. Ja, vissza lehet menni a klasszik módra, így van, ahogy Zakika is mondja, szóval lehet játszani ezt a játékot úgy, mint amilyen volt annó. Most, hogy a miliciáink a határon túl állomásoznak, az angolok rajtaütései lelassultak, de teljesen más lesz szembenézni a Longshanks hadseregével. A gonosz angol király még nem hozta el a híres ijászait, hogy megöljék a skót medvét. A mi hadseregeink csak ennyire képesek a csatában. Jobb fegyverek lesz szükségünk. Azt tudtátok, hogy akik csinálták az Age of Empires 2 HD Edition-jét, azok csinálták a Cségót is. Egy déli óriásról pletykálnak, akik a skót erőket vezeti. Aki a skót erőket vezeti, és nagy kardjával emberen és lovon egyaránt keresztül vág. Ha ez a mitikus lovag megállítja az angol erőre nyomulást, ez némi időt adhat számunkra a szükséges fegyverek előállítására. Kovácsaink most is kardok kovácsolnak, az ékészítők pedig nyilakat és szemszeri csavarokat készítenek. A győzelemhez el kell jutnod a feudális korba és elhárítanod az angol rajtaütéseket. A katonáid automatikusan megtámadják a közelükben levő ellenséges katonákat, kiválasztatott katonáidat és jobb gombbal kattintatsz egy adott egységes ellenséges egységre, amelyet meg akarsz támadni. A felderítőink jelentik, a falut erdők veszik körül, de ez nem azt jelenti, hogy biztonságos. Angol katonák barangolnak a vidéken, fosztogatnak és portyáznak. The English use very advanced weapons and armor. To win, you will need to advance to the feudal age and repel the English raids. You're going to need to research some technologies of your own to increase the strength of your civilization. For example, researching loom makes your villagers harder to kill. To research loom, click the town center, then click the research loom button. Ki kell kutatnunk a szövőszéket, hogy a falusiak ott nehezebb legyen majd megölni őket. Megnehezíti a falusi lakosságod megerősét azáltal, hogy 15 életerőt és egy normál, illetve plusz 2 átütő páncért nyújt számukra. Good. Researching technology costs you resources, but improves your civilization. Nézzétek, milyen effekt van rajta. You can put your villagers to work and use your military units to explore. Ilyen effekt van a városközponton. Prepare for war. Kaptam egy achievementet. Hány achievementem lehet a játékban? Ezt kell megnyomni. Egy, kettő. Nyertem egy gémet a keltákokkal. Ó, igen. És ez mi is volt? Research Loom a Town Centernél.
Na szóval a feladatunk, hogy eljussunk a feudális korba. Tehát itt a játék most így ránk bízta a dolgot. Az lesz, hogy oda hívjuk a juhokat, és akkor őket így, hát így megöljük. To advance from the dark age to the feudal age, you need 500 food. Talán gyorsabb lenne, hogyha a bogyó helyett ők is egyébként a juhokat kopasztanák. Villagers can herd sheep or hunt deer for food. Mert ez ugye, ehhez nem kell megtenniük ezt a távot. Nem, mint hogyha a professzionális. 5 villager van Q-ba, Dark Age-be, Baby Boomer konkrétan. Ez az achievementnek a neve. Ők lesznek a Ctrl 1-es csapat. Ott jelzi a csoport irányító ikonokat. Na, tessék, menjetek. Na, hát ez nagyon jó. Margaret! Na, az a helyzet, hamarosan meg lesz az 500 hús. Hát ők meg jönnek a vágóhídra a juhok. Melyik Age of-tól volt az, hogy be kellett gyűjteni az állatot, és nem kellett azonnal megölni, mert úgy még több húst produkált. Az már itt is itt van? Nem tudom, ezek százason vannak. Na, tehát azt mondják, hogy építsünk malmot, hogy oda szállítsuk az élelmiszert, ezért az malmot az élelmiszer forrás mellé érdemes építeni. 2 sötétkori épület kell. Hát én ezt szerintem ide fogom felhúzni. Az egybe tuti nem volt ilyen, nekem az volt a szétjátszott, nézd. Én a 2 után játszottam az 1-el, és az 1 valahogy jobban tetszett. Nekem az a korszak így jobban adja. Egyébként. Most már átléphetünk a sötét korból a feudálisba. Tökéletesíti a civilizációt, hozzáférés biztosít különböző épületekhez, erősebb katonai egységekhez és erősebb technológiákhoz. Mielőtt tovább juthatnál, rendelkezned kell 2 sötétkori épülettel. Favágótábor, bánya, malom, dok vagy a laktanya. Good. You're on your way to the feudal age. Szóval az egyet is nagyon szívesen játszanám. Közben amúgy ezeket át kéne állítani. Jaj, de jó, hogy ott úgy megy a csacsi. Na, az alattomos angolok. A malom mellé kell majd építeni a farmokat, szemánsz. Rrr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 
units at the barracks to replenish your forces. Jaja, csináljuk. Erlov, kid. Rab. Selgere? Falgere? Kia? No, Kia. Ó, de menő, és ott mutatja, hogy éppen lépünk át a feudális korban. Hát
Tehát a malom igazából, látjátok, ott van, automatikus farm újraültetés bekapcsolása. Na várjál. Egy ritka achievementet kaptam azért, mert elértem a feudálézset a kampány szenárióba. Ez a játékosok 4,2%-ának van meg. Közben lemaradtam. Juss a feudális korba és hálítsd el az angol rajtaütéseken. Lemaradtam, hogy mit kér tőlem itt a... Flopin vándorolt a magyarítás. Na, azt mondja, hogy sorkatonává tesszük a polgárőröket. Upgrading to man-at-arms will change all your militia units to the more powerful man-at-arms. A polgárőr vonalköltsége 15 élelemmel kevesebb. Vonalköltsége? Ez mit jelenthet? 15-tel olcsóbb lesz majd kiképezni? Ez azt jelentheti? Az angolok ismét támadnak, taníts meg nekik egy leckét az új fegyvereseiddel. Még egy achievementet kaptam, hát ez nagyon jó. Az angolok nem ellenfelek a harcosaidnak. Megváltoztak a célok. Gyorsan, ameddig... Oké. Longshanks betört, megrohamozta és elfoglalta Perth városát. Ami még rosszabb, hogy övé a mesés Skóni koronázókő is, ahol őseink uralkodói tettek esküt népük. A lőseink uralkodói tettek esküt népünkre, most pedig ő vallja a Skócia királyának magát. Ha hamarosan nem tudunk győzelmet aradni a csatában, a skót seregek fegyelmezetlenek lesznek ahhoz, hogy egyáltalán harcot indítsanak. Ha létezik ez a mítikus skót óriás, szeretném, ha elhozná seregeit Stirlingbe, ahol a legközelebbi csatát vívjuk. Longshanks. Ott van. Majdnem 900-as pontszám, béna angolok. A kisebb összecsapások ideje lejárt. Most fel kell készülnünk a háborúra. A gazember Longshanks készen áll arra, hogy átkeljen a Ford folyón. Fegyveresekkel, nehéz lovassággal és ijászok seregeivel foglalja el Stirling városát. Újonnan kovácsolt hadseregünk délfelé vonul, hogy létrehozzuk saját bázisunkat és megtámadjuk az angolokat, mielőtt felkészíthetnénk csapataikat. Felkészíthetnénk. Győzd le az angol hadsereget és rombold le őrtornyukat. Ez a játék a véletlenszerű térkép játékokhoz hasonló módon kezdődik. Miután lejátszottad ezt a játékot, mindent tudsz ahhoz, amire szükséged van, hogy egy véletlenszerű térkép játékot játsz. És a második tipp pedig, hogy kutassunk tovább. Felderítőink jelentik. A skótok Stirling falujába érkeztek, hogy harcba szálljanak az angolokkal. A nyugati kőhídon túl fekszik az angol erő... angol erőd. Oké. Eljött az ideje, hogy támadást indíts. Az angolok egy erőddel rendelkeznek Stirling a városának közelében. Ha itt le tudjuk győzni az angolokat, akkor kétszer is meggondolják a skóciai inváziójukat. Keep making villages at your town center until you have 10. The more villagers you have, the faster your resources will come in. Bargara, bonit. Kid, fiadike. Jó, van azért, még itt az AI-jal vannak bajok. Így van, ez a felújított változat a 2019-es. Ajaj, kell a ház. Scout cavalry are poor fighters, but they can see a great distance.
You can use your scout cavalry to explore the rest of the map and find the English. You can gain more food by building fishing ships. To create fishing ships, have your villagers go to the water to the south. Menjen még. Azt mondja, hogy hanászhajókat is lehetne építeni. Kia. Gert. Fjordge. Ja, hogy itt éppen hat falusi készül. By setting a gather point. For villagers, click the town center and click the set gather point button. És azt mondta, hogy gyülekező pontot is be lehet állítani. Better not knock down this wall until you have an army of about 12 soldiers. A scout azt mondja, hogy 12 katona legalább kell ahhoz, hogy legyőzzük őket. Erlav. You've found some sheep. Sheep are a good source of food. So send them back to your town center and assign a villager to gather food from them. Oké, okay. Szerintem amúgy jöhet még egy ház. Kid? Szerintem még jöhetnek falusiak amúgy. A domba holtfával oltalmaz az egyetlen bevezető utat. Azt javasolják, hogy legyen majd tornyunk. Őrtornyunk. Csinálunk egy ilyet. A favágás megkönnyítésére. Közben kikutatjuk ezt a szövőszéket is. Aranyat csak itt sokkal távolabb láttam. Na gyere te, leszeded itt a, hogy hívják ott, az aranyat. Az arany mindig messze volt? Követ se találtam, mondjuk az lehet, hogy most még nincsen. És azt mondja, hogy ja, azt majd csak később tudjuk. Akkor csinálnunk kell barakkot. Na, szóval bekyúoltuk neki, hogy miután kivágta a fát, utána építse fel a barackot. Te is gyere aranyat szedni. Van még egy falusi. Vele pedig akkor csinálunk. Igazából már nem kell, kaját kell gyűjtenünk. Üdv mindenkinek, hali hali. Alapból volt ebben magyar felirat? Nem. Az alapjátékhoz is kettő mi az? Tehát az alapjátékhoz is le kellett tölteni a magyarítást, aztán ehhez is, meg a HD Editionhez is. Nem is tudtam, hogy ott írja, hogy mi van éppen Q-ba. De tök menő. Na, menj oda, és aztán pedig menj oda. Te pedig, ha végeztél azzal, akkor oda menj. Ez nagyon király, hogy így be lehet állítani, hogy ki mit csináljon. Érted csak? Ugye meg lesz az 500 hús.
És ő pedig megy fát vágni. Nagyon zsír. Az gond. The English are coming to attack. To protect your villagers, you can use the town bell to garrison them in your town center. Click your town center, then click town bell. Good. You defeated the English assault. If you have villagers in your town center, ring the town bell again to send them back to work. Most megtanították nekünk, hogy hogyan kell használni a város harangot. Falusiak nem dolgoznak tovább, hanem a városközpontba sietnek és védik a, védik a támadásokkal szembe. Újra megkongatod a harangot, visszaküldöd őket dolgozni. Hát itt azt mondta a katonánk, hogy go-go! Nagyon jó volt. Erlav. Ha ezzel megvagy, akkor valami. Now that you have reached the feudal age, concentrate on making some soldiers to fight the enemy. You will need at least 12. Remember, you can upgrade your militia to men at arms at the barracks. You should always upgrade soldiers when you can afford it. Kid. Rabugya. Forgera. Rabugya. Kid. Erla. Bonit. Bonit. Yeah. Erla. Paul. Azt mondja, hogy a farmok plusz 75 ételt adnak, így hosszabb ideig tudnak termelni. És akkor gondolom most van bekapcsolva, hogy így újraültessék a farmokat. Na ott például már követ is tudunk gyűjteni. Nokia. Na és akkor sorkatonává alakítjuk közben a polgárőröket, illetve lehetnek lángyásaink. Na gyere te, jössz farmozni. Mondjuk nem. Megállt a sorkatonaság. Vonalköltség. Na nézzük. Tehát elvileg 15-tel kevesebb lesz, tehát akkor 45-ért tudunk csinálni sorkatonát. Ah, és akkor itt lehetne a horgászás. Aha, 45-be kerül most már. Nincs elég élelem. Valószínűleg gyorsabban termelik a fát. Oké. Okay. Hatékonyabban dolgoznak, 10%-a gyorsabban mozognak és 25%-a több nyersanyagot tudnak elvinni. Ó, ez tetszik. Hát azt csinálom. Tessék. Hát, hogy itt gyakorlatilag már minden fel van fedezve. Csak az nincs, amerre nem mehetünk. Hogy látom, azt már közben szétszették. Azt szedjétek már szél. Szevasz, Pauli. Négyen növeli az összes épület látótávolságát. Na, hatékonyabb munkát kérjük a falusiaknak. Azt mondták, hogy 12 egység. Jó, kérünk még egy falusit.
Gyorsabb kőbányászás, gyorsabb aranybányászás. Tehát az egy százasért. No, hát igazából felfedeztünk mindent, amit itt tényleg csak lehetett. Düdün. Tehát ez akkor itt 6. Vagy ez micsoda? Ja, ez 6. Kontroll 2. Na és akkor elvileg tudunk csinálni dokkot. Meg mit lehetne építeni? Kovács műhelyet? Meg figyelőtornyot, meg íjászokat! Jó. Gyorsabb fatermelés. Now click the dock and build a fishing ship. 75-ért tudunk halászhajót. Ételt gyűjt a halakból és a halcsapdákból. Ott van például, hogy a halcsapdát is újra tudja telepíteni, ez hasonló újítás, mint itt a malomnál. Na most már van kovács műhely, plusz egy sebzés a gyalogságnak és a lovasságnak. Már is tényleg újra ültetik. Kivéve ő, mert ő béna. Nincs elég fa? Értem. And right click on a leaping fish. The fishing ship will collect fish and automatically return them to the dock. Automatikusan összegyűjti a halakat és visszaviszik a dokba. Illetve a térkép felfedezésére is jó a halászhajó, azt mondják. Tehát ez a vízi scout egység. Build a barracks and 5 militia to defend your villagers and explore the map. Azt várják el tőlünk, hogy építsünk öt, mert hogy építsünk laktanyát és akkor lesznek polgárőrök. Villagers can also build farms. Build 4 farms near your mill when your forage bushes are depleted. Azt is mondják, hogy építsünk 4 farmot a malom közelében, mert a bogyós bokrok azok ki fognak merülni. Tényleg? Ezek kimerülhetnek? Ez nagyon durva. Na 150 húsért plusz egy sebzés. Plusz egy normál és egy átütő páncél. Aha. Hát ez a két fejlesztés, ez mehet. Szintén Roland, nálam is iszonyatosan sokat pergett. Lovasi jászok, gályák, várak, a tornyok kapnak plusz egy támadást. Jöhet végül is. A magyarítás telepítése nem hat ki a multiplayerre, attól ugyanúgy működik? Ez egy nagyon jó kérdés. Maci arc, azt nem vágom, megmondom őszintén. Szia Zsoferka, szevasztok srácok. Na, ijászok. Ne szíves, hogy két kovács műhelyet építettünk. Na gyere. Gyere te! Az ilyen típusú játékok annyira hiányoznak. Pedig vannak ilyenek, Avenger. Hogy nyomja.
Na, fejlesztem, hogy a követ is gyorsabban bányásszák. Amúgy lassan nekik mehetünk. Csak akartam még ijászokat. Erős az ijászok ellen a csatározó. Én sima ijászt akarok. Star Wars Empire at War volt a játék, amiben bele voltam szeretve. Nem vágom. Én az Age of Mythology-val játszottam rengeteget. Én az Age of Mythology-val is, tehát hogy ezzel is és az Age of Mythology-val is. A Mythology jobb, tehát nálam az a sorrend, hogy így a Mythology az első, aztán az Age of Empires 2 a második, és emlékeim szerint nagyon szerettem az egyet is, de hát erre már nagyon halványan emlékszem. Meg azzal a kettő után játszottam. Univerzális hadihajó. Mert egy gája amúgy. Rrrrab. Nem tudtad az Empire-et volt? Nem. Szevasz, Hammers. Rrrrab. Szóval valami őrtoronyról is magyaráztak. Ja, ne csak. Tessék. Most már elég erős vagy ahhoz, hogy megtámad az angol bázist. A falusiak dolgoznak tovább, ha a további csapatokra lenne szükséged, a veszteségek miatt. Na. Margaret, na mehetünk. Plusz egy látótávolság. Az őrtornyod az ellenséges egységekre tüzelés segít megvédeni a városodat. AI. Nem tud dönteni az AI. Béna AI! Jó, hát ez most már egyértelmű, hogy ide kell. Kell még egy torony. Sőt, torony helyett inkább kőfal. Nagy kőfal. És akkor teszünk rá egy kaput is. Na várjál, a felderítő egységet hoztam ide, holott nem azt akartam. Bid fear, tall.
Meg közben most már ők is oda tartoznak. Lecikizétek, ez mindegy ilyen nagyobb, még általunk nem ismert elvésze volt. Lehet, hogy ki akarta taposni a földet a torony mellett, hogy ne essen hasra a következő csapat. Lehet. Lehet ez volt. Féljétek a rombolás animációt. Hát, mehet tovább. Gyertek, hozhatod a csapatod. Kapjánk. Kicsit kitágítjuk, és akkor megyünk tovább. Go, go! Mondjuk a tornyot azt belülre kellett volna rakni. Ja, ennyire már nem kell kitágítani, mehetünk. Sose értettem, hogy a kert miért gyúl ki, mikor karda rombolják. Ezek a kertek már csak így működnek. El kell pusztítanunk a tornyot. És akkor GG Easy azt mondja nekünk. A narrátor. Közben felfedeztük ezt a helyet is itt. Akkor most nyertünk? Az angolok veszített. Itt is érjen. A stirlingi csata most már biztosan a skótok. Valabla. Most már játszhatunk véletlenszerű térképjátékot, azt mondják. Stirling volt az első nagy győzelmünk, mikor a partvonalat tartottuk. Az a hír járta, hogy a Stirlingidat egy skót sereg tartotta, akit az a mitikus lovag vezetett, akiről olyan sokan beszélnek. Most már tudjuk a nevét. Sir William Wallace. Az angolok a pesti sem. Nyakig nem Edward árulónak és bűnözőnek nevezte Wallace-t. Sir William azt válaszolta, hogy nem lehet áruló, mert sosem esküdött fel az angol királyra. Mivel Wallace vezeti seregeinket, a katonák új erővel küzdenek. Talán szerencsétlenségeink hulláma most elenyészik. Pénztárunk a stirlingi csatában kimerült, ezért még egyszer meg kell erősítenünk gazdaságunkat, mielőtt dél felé indulnánk az angolok ellen. Fel kell építenünk egy piacot és kereskedelmi útvonalakat kell kialakítanunk a barátságos klánok falvaiba. A helyi legendák három szent erekéről beszélnek Stirlingtől délre. Ezen tárgyak megszerzése Wallace skót hadseregének nagy lendületet adna. Amit ugye a vululók vihetnek. Hululú. Szerezd meg a három erekét és helyezd el őket a kolostorodban. Ha a szerzeteseid meghalnak, akkor további szerzeteseket képezhetsz ki a kolostorodban, amikor eléred a kastélykort. A felderítőink jelentik. A skótok védekeznek az angolok ellen és céljuk, hogy a régió összes erekét magukhoz vegyék, így növelve embereik morálját. Az első ereke magában a skót városban található. A skót szövetségesek sárga, egy fallal körülvett várossal rendelkezett nyugaton, és a második erekét ők őrzik, támogatják és együtt küzdenek honfitársaikkal az angol betolakodók ellen. Az angolok erős bázissal rendelkeznek a folyótól délnyugatra, és a harmadik egyben utolsó erekét őrzik. Let's go! The Scottish army has been rallied by recent victories against the English. The situation is starting to look up. It will help the morale of our army. Szevasztok, szevasztok, srácok! Én nem redalártasztam. An ally has another relic, and the English have captured a third.
kid. You can retrieve a relic by clicking a monk and right-clicking the relic. Tehát jobb klikkel kell majd az erekére klikkálni, azt mondják. They can heal your injured soldiers or those of your allies. They can also attempt to convert enemy soldiers to join your army. Meggyógyíthatják a szerzetesek a katonákat, a szövetségeseket és áttéríthetik az ellenséges katonákat is. Hogy valami. Átalakítás. Én csak a Tiberian Sun demójával játszottam egyébként. Good. You have a relic. Protect the relic in the monastery by right-clicking the monastery. Perfect. You now have one relic garrisoned. Itt rosszul megy a fordítás egyébként. A kolostorba őrzett enekék aranyat adnak számodra. Az igen. Na, a Ctrl 1-es oda, Ctrl 2-es te pedig oda. Farms are a good source of food once you have exhausted forage bushes. Az lehet, hogy rip lesz így. Farms are built like buildings and must be periodically rebuilt. To gather food from a farm, click a villager, then right-click a farm. Sziasztok, ezt a játékot hogy lehet magyar nyelven játszani? Letöltött hozzá a magyarítást. Konzolon is le lehet tölteni, meg PC-n is le lehet tölteni. Nagyon. Nice to have allies on the map. Your ally, the yellow player, can help you fight the enemy. You can also nehogy ellopjátok. To trade, you will need to build a market. Hát jó. Itt talán nem úgy el tudunk menekülni. Az gond, meg is halt, szegény. Azt mondja, hogy lovas felderítő. IS. Valahol láttam amúgy az IS-okat. Margaret, azt mondják. Vajon ezzel érdemesebb játszani, vagy a negyedik résszel? Én mindenféleképpen a negyediket javaslom. A negyedik brutál mód így meg lehet csinálva. Brutálisan jó, a négy. Ilyen központi istálló, kovács műhely vagy piac. És 800 hús. Siha. Gyalogságnak egy kis sebzés. Jó, te nehogy átmenj. Did you know that there are three different modes for the minimap in the lower right corner of the screen? You can show only military units, or only resources, and trade units. By clicking the buttons just below and to the right of the minimap. You have reached your ally's town. Go inside to see how his city is doing. Your ally's gate will open automatically. Nagy bemegy! Welcome! If you've come for the relic, üdvözlünk az erekéért jöttél, akkor megtaláld a városunktól észak-keletre fekvő dombon. Na, azt fogjuk csinálni. Mivel ahogy látom, ezen a területen jöhetnek át, így ezt fogjuk levédeni. Valahogy. Több házra lesz szükségünk. Már is intézzük.
Már megint oda ment, hihetetlen. Menekülj! Ez már így rip, semmi gond. Megesik. Erlav. Villagers and soldiers normally appear outside of the building that created them. Na gyere csak. You can have your units move to a spot once they are created by using gather points. To set a gather point for infantry, click your barracks, click set gather point, then click where on the map you want your infantry to gather. Ne is gyere, mert ezt tovább kell építenünk. Hát amúgy... Nagyon egyszerű lesz, srácok. Ezt itt végighúzzuk. Fú. Valahogy így. You can use the technology tree to see what technologies and upgrades you can research. Click the technology tree button in the upper right corner of the screen to see. Na, azt a technology buttont is mindjárt megnézzük. Nekem nagyon tetszettek az Age of Empires 4-nél a kis kampány videók. Egyébként, az így nagyon-nagyon adta. Az a gond, hogy el kell menjünk követ szedni. Szóval azt mondta, hogy itt meg tudjuk nézni valahol azt, hogy hol vannak, hol és milyen egységek vannak. Ja, az Age of Empires online, azt szerintem senkinek nem jött el. Az egy nagyon fura kezdeményezés volt. Na, kérjük a kastélykort. És akkor Tech Tree az valahol itt van amúgy fönt, nem? Ez az. Aha. Na, ott van. Szerszámíjászunk lehet, elit csatározónk. Gyújtogatás. A gyalogság nagyobb károkat okoz az épületekben. Könnyű lovas, lovag, paplovag. Bajnok. Mehetnek majd a bajnokok. Nyilván odáig nem jutunk el. Megvettem a négyet és már bánom. De hogyhogy. Nagyon vagány, kintről üti egyébként a falat. Szóval valahol azt mondták, hogy ott lesz. Te lesz a Ctrl 1-es. A Tigris az Game Pass-ban is elérhető volt, és csak pár napot játszottam el. Ja, értem. Na, kérünk sorkatonát. Kossex nálam is nagy kedvenc volt, de nem akkora, mint az Age of-ok, illetve a Stronghold-at is nagyon szerettem. Ne szíves, mert azokat ott ki kell vágjuk. Akkor ti lesztek Ctrl 5, és nektek az a feladat, hogy azt ott kivágjátok.
gyorsabb, jobb, illetve nagyobbra lássunk, nagyobb távra. Lehetnének lovasi jászaink. Lehetne hosszú kardos. Plusz egy átütő páncél, aha. Na, és akkor még több hús kell. Na, én azt mondom, hogy még több hús... Nagyon szépen haladnak. Knights of Honor-t ismeri-e valaki? Nem. Ja, neki csak ott van bejáratuk? Akkor ennek itt semmi értelme nem volt. Szóval elvileg ők valahol ott tartják az erekét. Azt mondja, a falusiak hatékonysága nőtt, 10%-kal gyorsabban mozognak és 50%-kal több nyersanyagot tudnak vinni. Gyere, gyere. Nem, neked már nem ezzel kell foglalkoznod. És akkor te Ctrl 4, Ctrl 5. Mit tudom én, valami olyasmi. Mindegy, azt kivághatjátok. Ja. Hát igen, világos, világos. Engem nagyon meglepett, és elcsodálkoztatott az, hogy, vagy hogy is mondjam, leesett az állam attól, hogy milyen klassz lett egyébként a négy. Mármint így most nem a játékmechanikákról beszélek, hanem így a körítés. Az így nekem nagyon adta. Na és akkor ezeket itt le tudjuk rombolni. Ha az meg lesz, akkor mehetünk egyébként tovább. Szevasszín quest. Sőt, és akkor az őrtoronyval is lehetne amúgy még egy. Ott. Már emlékszem, mint a D2 lehet változtatni egy gombbal a grafikát? Nem, itt nem egy gombbal van, hanem itt külön mód van rá. Külön van klasszik mód. Pont ő unatkozott itt. Gyorsabb bányászás. És még egy gyorsabb bányászás. És akkor még gyorsabb favágás is jöhet. Illetve, hogy az ijászok legyenek még erősebbek. Meg a sorkatonáink szintén még erősebbek. Bár a helyett inkább legyenek gyorsabbak a hogy hívjákok az egységek. Esküvőre emlékszem, hogy le kell tölteni külön. Hát mondom, van klasszik mód, de az külön mód, tehát külön kell olyat indítani. A switch-es Diablo 2 Resurrected-et nagyon jól megcsinálták, mert az úgy van megcsinálva, hogy lehet játszani a PC-s Diablo 2 Resurrected-es karakterrel is. A kérdés, hogy hol vannak itt a... Ja, te ott vagy. Alt 5? Nem tudom. Levettük őket. Szóval a gyalogság nagyobb károkat okoz az épületbe, jöhet. Illetve négyen nő a látó távolság, az is jöhet. Meg jöhetnek még falusiak.
És akkor ő itt megvan, itt mehetne egyébként a horgászás, mármint hogy a halászás. Ilyen paraszt módon rögtön itt. Kellene még kővágó. Egyébként. Hosszú kardos, jöhet. Kid? Rabogye. Kia? Megint az, hogy nekiálltál életem egyik legkedvesebb játékának, és hát kénytelen voltam visszatelepíteni a képre. Átlátod, Beldorf, ez már csak ilyen. Hol vannak a... Ja, ott vannak a favágók. Ez tényleg hosszú. Mr. TV-s. Vannak unatkozó emberek, és van még egy. A szemétje. Várjál, te menjél aranyat szedni. Vele majd még kitaláljuk, hogy mit csináljunk, de kell még pár halászhajó. Meg egy fejlesztés. Meg jöhet gája fejlesztés is, és egy gája is. Akkor te még aranyat szedjél. Hogy nyomják ritmusra? Szerintem, hogy plusz 25 ételt ad, hosszabb termelés, és plusz egy ételt tudnak magukkal vinni. Ott mutatja, hogy melyik egyébként, tehát hogy itt, hogy haladunk a Q-val. Remélem nem támadnak be. Na, azt mondja, hogy a szerzetesek 15%-kal gyorsabban mozognak. A szerzetesek 15%-kal nagyobb életerővel rendelkeznek. Az ellenséges szerzetese által átalakított egységek az ellenség színére váltás helyett meghalnak. Az épületekben elszállított egységek 6-szor gyorsabban gyógyulnak. Ó, tényleg, hát van még ilyen mechanika is. A skót szövetségesünk egyébként lehúz minket. Lovasok gyorsabban mozognak. Átütő páncél. És akkor mehet a gyalogság erősítése. Igen. Tessék. Na várj, én még egy halászhajót kértem. Hát igazából nem baj. Kell még 300 hús. Amúgy jöhetnének a papok is közelebb. Igazából kell nekünk még egy lustálkodó ember. És akkor ostrom műhely kellene nekünk. Na. Csak úgy készülnek el a fejlesztések. Jó, és akkor az íjászon akartunk fejleszteni.
Menesztés számszerű jászra. Hát ők most így néznek ki. Jó. Na, az ostrom műhely fel lett húzva. Úgyhogy most már lehet... Aha, faltörőkos. Na, ilyen mangónált akarok. Ez kell még arany. Na, akkor tessék csak szedni. Ú, ott vannak a számszerű jászok. Vállaltam a multimókat? Nem. Jó. Igazából lassan mehetünk. Lassan szét fog esni ez a kőfal. Már csak 1073-at kell belelőni. Na jó. A romboló... Na nézzük. Tűzhajó, de rég láttam már. A tűzhajókat de szerettem amúgy. Nincs elég fa. Na. Ja, hogy a romboló az így ilyen, ilyen robbantós. Na várjál csak. Gyere csak ide. Gyere csak. Sziasztok, horgászok! Ne szívass már. Akkor ez most hogy működik? Ön megsemmisítésre is képes. Na. Oké. Nyomtam egy delettet, és meghalt. Kid, nénege. Na, azt mondja, hogy piac 175 fáért. És lehetne új városközpontunk. Ja, meg egyetemünk. Aj. Nem, az helyzet, hogy nálamnál sokkal, sokkal jobb multi játékosok vannak egyébként. Úgyhogy én azt kiadom. Én ezt kiadjam. Túl egy bölcsességfok húzáson, uff. Lassan, lassan vég. Na, gyere csak tűzhajó. Ez is ilyen close range-es. Akkor mindegy, itt maradunk. Jaj, a Vampire Survivors-ben jön a kóp, igen, igen. Így bizony. Na, ez a csaj megy építeni a kereskedő cuccot. Ha jól emlékszem, úgy van megcsinálva, minél távolabb építem a szövetségesünktől, annál több a jutalom. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Kia. No, Kia. Rob Bugge. Kid, Arlo. Na várjál, elfogyott az összes kő. Szerintem itt már nem lesz több kő. Nyilván ugye tutoriáról van szó, szóval nem adnak végtelen sok nyersanyagot. Hát akkor gyertek ide, favágók.
You have a market. The market can create trade. Létrehozhatunk kereskedő kocsit, hogy extra arányra tegyünk szert. Egy nyersanyagot egy másikra cserélhetsz némi díj ellenében. Azt mondja, hogy eladhatunk húst. Jó. Megtámadtak. Amúgy még egyetemet is akarok csinálni. Aztán megy vissza bányászni. És neked is vissza kell jönnöd bányászni. Nobok. Jól van, srácok, lassan támadás. Csak még meg... El is felejtettem már, hogy ennek ilyen jó hangja van. Pü-pü-pü. Fejleszi a figyelő tornyaidat, lehetővé teszi az őrtornyok építését, amelyek erősebbek és nagyobb támadási erővel bírnak. Aztán megerősíti a kőfalakat. Megszinteli az összes torony, kastély és dok minimális hatótávolságát, hogy szabadon lőhessenek a bázisukat támadó ellenségekre. Az jó féle. A tornyok 125%-kal több kárt okoznak a hajókba. Jöhet. Az ijászok, a városközpontok, a kastélyok, az egyedi haditengerészeti egységek és a lovas ijászok pontosabban ülnek a mozgó célpontra. A faluság gyorsabban építenek, minden épület erősebb lesz azáltal, hogy 10%-kal több életerőt, páncélt és épületpáncélt biztosítunk. Láplám. Na, srácok, most már aztán tényleg mehetünk. És a piachoz vagy a városközponthoz kell küldeni a karavánt? Ki az, aki emlékszik erre? Mármint a piachoz vagy a városközpont. Ja, akkor jól mondtam. Azt hittem belezavarodtam itt a mondandómba. Ó igen. Ó igen. Ó igen. You made a trade cart. If you click the trade cart on your allies market, you can make extra gold. Your trade cart. A szövetséges piacához. Kaptunk is achievementet értem. Valamiért azért, mert hogy a város központhoz kell küldeni. Kőfal. Meg majd az erősebb épület is kell. Hogy nyomja? Jó, most már aztán tényleg mehetünk. Margaret! Na várj már. Mit keres ott? Téged nem tudom, hogy honnan hívtalak el. Honnan. Kid? Jó. Toe. Go, go! Toe.
A Relic Scripture egy ismert hima, reméljük meg... Reméljük a közeljövőben megoldják a fejlesztők. Ja, persze. Tudunk gyógyítani a Mangon ellen? Nem, valószínűleg azért, mert ez nem egy olyan egység. Figyeljétek, hogy hogy rombolódik le majd a kapu. Munkásra lehet javítani? Aha. Az helyzet, szétlövik ezek a mangonelek a közelharci egységeimet. Csak. Margaret. Várjátok, van baj a pathfinding-gal. Enough soldiers now to think about attacking the English and recovering their relic. Most már elég katonám van? Azt mondják, most már elég katonám van, srácok. Ti ketten gyertek már ide bányászni aranyat. Arra készülsz, hogy megtámad az angolokat, segítetek, fogadd el ezt az ételt és fát tőlünk. Küldtek 400 kaját, meg 550 fát. Na, nézzük már meg, hogy mennyi pénzt hoznak amúgy. 60 pénz. Jaj! Mindjárt megpróbáljuk a Vululút. Na gyere! Kid Tho. Bid fear. Kid Tho. Tho. Bid fear. Nem menj, csak őt foglald el. Nem mondta, hogy Vululú. Na de csapat! Na de csapat! Jó, ameddig itt mennek, addig mi is menjünk. Halál erőt még rá lehet az igaz útra. Margaret! Ujjjj, az ott baj lehet. Margaret! Az nem jó, team, az nem jó. Azt mondja, hogy védekező. Oh. Oh.
Lassan, gyorsan. Jó, eljöttünk tovább. Megszereztük mind a három erekét. És győztünk is. A három erekje biztonságban van a skót templomokban. Az emberek azt mormolják, hogy az ég megáldott minket. Hadseregünk most már felkészült az utolsó összecsapásra az angolokkal. Skóciának most már saját ijászai és lovagjai vannak, akik már találkozhatnak Longshanks-szal, vagy délfelé vonulunk Falkirkig, ahol William Wallace seregéhez csatlakozva megtervezzük az angol vár elleni együttes támadásunkat. Béna skót szövetségesek. Nem csináltak semmit. De ők voltak a legjobbak az elvesztített egységekben, illetve az elveszített épületekben. Gratula, gratula skót szövetségesek. Gratula. Sarc kaffa küldve. A kastélykort 4 óra alatt értük el. Erekéből gyűjtött aranya 2500. Az egyetlen módja, hogy megtartsuk a mocsaras földeket Falkirk körül, ha a kastélyt és annyi falat építünk, amennyit csak ilyen rövid idő alatt fel tudunk építeni. Ezek az erődítmények táborunk védelmét szolgálják, ahogy az ostrom fegyvereink is, amelyekkel megtámadjuk az angol várat. A kastély felépítése után maga Wallace megesküdött, hogy összefog velünk. Együtt fogjuk megtámadni Longshanks-et és angol csapatait. Építs egy kastélyt, rombold le az angol kastélyt. A skót lakosság számra 100-ra korlátozódik. Ez a fejezet a speciális parancs felületet használja. Bár nem kell ezt a felületet használnod, hogy játsz az Age of Empires 2 játékával, hozzáférés biztosít néhány sokkal használhatóbb módszerhez, amellyel a civilizációdat irányíthatod. A különböző civilizációknak különböző erősségeik vannak, például a skótoknak, akiket a kelta civilizáció képvisel, gyors és hatalmas gyalogságuk van. A britek nagy hatóterületű ijászokkal rendelkeznek. A felderítőink pedig azt jelentik, hogy a skótok egy utolsó csatát vívnak az angolok ellen Falkirkben, függetlenségük ezen múlik. Az a hír járja, hogy William Wallace úton van egy erősítéssel, és váratlan a hajóval érkezik. Az angolok száma délen jelentős és folyamatosan rajtaütéseket indítanak a földjeidre. Gyalogságukat és félelmetes hosszú jelszeikat hozzák el a csataterekre. Na. The English could attack at any time. You have some walls already, but you should complete them as soon as you have enough stone. Oké. Okay. Amint lesz elég kő, be kell fejezni a falakat. Kid, bonit. Treba. You can also build towers to defend your city. Units can garrison within a tower for defense and protection, and archers can even fire out of a tower. Rabugya. A szemetnek. Már is kekeckednek, srácok. Kid. Azzal meg vagy, akkor egyébként lehetne falat is felhúzni. Rabugya. Nagyon rombolják le itt az őrtornyokat. Nyolcszáz és kell ijász központ, istáló, kovács, műhely vagy piac. Hát itt van minden.
If you have surplus resources of one type, you can sell them for gold at your market. Most nem akarok semmit se eladni. Use the gold to buy what you need. To build a castle, you must first advance to the next age, the castle age. A szemét hosszú ilyesz. Be kell állítani majd, hogy pontosabbak legyenek az egységeink. Ja, a ketten építik a tornyot. Ja, a védekező. Hát is állítjuk. Then note the combat stance buttons in the lower left corner of the screen. Using the advanced buttons, you can also command a soldier to patrol. Ja, még a patrolt is lehet beállítani, igen. Follow another unit. Na ez a nagyobb range, ez jól jött. Azt mondja, hogy kell még nekünk egy ilyen. Advanced buttons allow access to a new type of formation. For example, with a box formation, you can protect a weak unit, such as a monk. Az új típusú formációk elérésével, igen, doboz formációt lehet csinálni, megvédhetünk egy gyenge egységet, például egy szerzetest. Az igen! Hogy nyomta a Jackót, láttátok? Pergett a moonwalkolás. Jó. Ha és most már jönnek. Fejlesztünk a sorkatonáson, hogy lehessenek tényleg sorkatonáink. Meg kell csinálnunk majd azt is, hogy ezt a területet itt leválasztjuk, és akkor nyugodtan tudunk horgászni. Gyalogság erősítésem. Hát veletek így a kontrollálható csapattal, azt sajnálom, hogy ezt itt kivágjuk, és utána ide is tudunk rakni egy ilyen mezőt. Bár mondjuk ezt is körbe lehetne rakni. Hát jó, kitoljuk most. Sőt, ha már kitoljuk most, akkor úgy toljuk ki, hogy ezt zárjuk le. Így lesz a jó. Nem tudom. Szevasz Gyuri. Most jött ki hozzá a magyarítás, úgyhogy muszáj volt, hogy kipróbáljam.
Rabuga. Rabuga. Aha, ja. Nincs egy hetem. Ha minden igaz. Na. Átmegyünk a kastélykorba. Az gond. Te követ bányászni, te goldot. Jó, vissza. Ami nagy szükség lesz, az a figyelőtorony. Majd ott. Ja, hogy nincs több kö, nem baj. Azt is valahogy úgy kéne átkötni, hogy ott, és akkor át tudnak menni majd az emberek. Nincs egy Gyuri. Igen, meg lesz a kastélykor. Jó, nem unatkozik senki. Mert egy kis gyalogságfejlesztés. Lovasságfejlesztés. Ja, ők közben kivágták itt. Azt mondja, hogy te leszel Ctrl 2, 6. 6, jó. Congratulations. You're going to find lots of things to do in the castle age. For starters, try building a siege workshop to make battering rams and other siege weapons. No, gyertek, csak csináljátok meg ezt. Közben tudjuk fejleszteni hosszú kardossá őket. Illetve, hogy kapjanak átütő páncélt. Jó. És akkor IS fejlesztés. Ujjjj. Most már mehetünk visszább. You may need to assign extra villagers to gather stone, so you'll have enough to build the castle and all the fortifications you need. Ezután majd kell nekünk egyetem. Szerencsére van egy unatkozó, úgyhogy vele megépítetjük az egyetemet, mondjuk oda. Na, szuper. Kastély az 650 kavicskálok el. Tudunk még följebb menni? Tudunk birodalmi
Csak kell kastély. Vagy kastélykori épület. Egyetem, ostrom, műhely, kolostor. Jó, megvan az egyetem. Torony több kár a hajóba. Gyorsabb építés. Pontosabb lövés. Növelje a tornyok és a donjonok támadását. A lövedékeket használó egységek plusz egy sebzést okoznak. Szevasz, Karl. Haló, haló. Fejlesztem a falakat. Kell még fa, hogy hogy ugye még több nyersanyagot tudjanak vinni. Hát igen, ebbe a gémbe én is nagyon sok órát beleraktam. Na meg lett a megerősített falunk is közben. Tudjátok, mit kéne bevállalni? Kell még jó pár ijász. Hát ez még csak a tutoriál. Bónit. Kid, rabugya, kia. Bónit. Bónit. Mindjárt mondom, hogy mi a terv, mit szeretnék csinálni. Most 5 euróért meg lehet venni a definitívet egyébként. Te kell lesz egyébként nekem. És az a terv, hogy ezt itt végighúzzuk. Így. Ja, valahogy így. Kezd csak el. Gyenge a közelharcos ellen, erős az ijász ellen. Na, akkor olyan kell. Szia, Raudál. Rab. Kid. Rabugye. Forgere. Rabugye. Rab. Ebből az se baj, hogy ezt még tovább húzzuk. Mondjuk valahogy így. Rab. Hát én már nem emlékszem, mi volt a kedvenc nemzetem. Bónit. Hát az arany az elfogy, nagy uram.
Margaret, nézzetek csak el arra. Kid. Na az a terv, hogy ide felhúzunk egy kastélyt. Ha belefér. Még elég biztonságban vagyunk itt. Vagy menjünk még kijebb? Na menjünk még kijebb, jóló. Oké, találtunk aranyat. Kia. Margaret. Na, te most ezt csináld itt. Így. És meg kéne állítani azt is, hogy magunk alá lőjünk. A perzsáknál volt az elefánt szerintem. Ha ez így lesz jó. Ne támadj meg, kösz. Nagyon agresszívan jön felénk, de hát... Nem jött rám. Nagyobb támadási erővel rendelkeznek. Na, nyomjad. Nézd meg! Nyomod. Nem baj. Járulékos veszteség. Vagy várjál csak? Ide felhúzunk egy ilyen kaput. Belefér még. Ja, a mozgó célpont eltalálás az fontos. Legutóbbi show jött. Ha azzal meg vagy, akkor utána mehet az. Hol is van amúgy a... ők? Ha még ez kell a fa. És akkor itt meg kell nekünk a kastély. Gyilkos lyuk. A gyilkos lyuk az összes torony, kastély minimális hatótávolságát megszünteti. Ja, az amúgy kellett. Kid?
Na, ezek a harcosok, ezek jók. Ajja. Na, erre most nagyon kíváncsi leszek, srácok. Gyorsabb építés? Amúgy az is jelent. Na. És akkor kastélyépítés. Le lettek dobálva. Megépül a kastély, akkor utána mehetünk a birodalmi korba. Vululú. Ja, még azt is akartam úgy fejleszteni, hogy több nyersanyagot tudjanak magukkal vinni. Ez 200 fa. És pont most merül ki a farm, hihetetlen. Ezek a fránya farmok. Már nem is emlékeztem a kastély hangjára. Nagyon sok időt töltöttem egyébként a pályaszerkesztésbe is. Kézi kocsi kész. Na, azt ugye még fel kéne húzni. Csak még kell fa. Great. You have completed the castle. Sir William should be here soon. And then it will be time to attack the English. Sir Williamnek hamarosan itt kell lennie, és akkor itt az idő megtámadni az angolokat. Erősíti a kastélyodat és tornyaidat azzal, hogy 25%-kal gyorsabban lőnek, és a kastélyok körül egy kis távolságban gyógyulnak a szövetséges gyalogosok. Wow! Ti lesztek Ctrl 3 és nyomjátok itt a felfedezést. Kösz. Képezzünk ki 10 festett harcost. Az igen, ő ott megnyomja a horgászást. A kémek kutatása feltárni az összes ellenséges egységet és épületet azáltal, hogy megmutatja a látóterületet. A teljes költség minden egyes falubeli lakosa 200 aranya többi játékostól. A szövetséges falusiak nem számítanak, ha a csapatokat zárolták. Ó, tényleg az a szövetkezés is milyen menő volt itt. Irány a birodalmi kor. With William Wallace and his ward raiders on your side, the English may be in trouble. Once you have a large army, azt szeretnénk, hogy leromboljuk az angol várat. Go destroy the English castle. Joker, köszi szépen a 49 hónapot. Returned. Veregenek srácok a szvegek Jokernek. Hát igen, ez egy fantasztikus game. Ez így van.
Lehet nyomatni partra szállást is. Oké, elit csatározónk van. Kelte egyedi, gyorsan mozgó gyalogos egység, erős a gyalogosokkal és az ostrom fegyverekkel szemben. Aha. Torbocsil. Pusztító nagy hatótávolságú ostrom fegyver épületek ellen. Na ez a torbocsil, ez kell nekünk. Ezt szerettem. Na gyere, csinálunk még egy ilyet. Ó, olyat biztos nem. Olyat. Lassan a birodalmi korba lépünk. Nagyobb kár az épületek ellen. Hajókban több kár okozás. Hát ilyen hajókkal nem nagyon jönnek egyébként. Micsodát mondtál? Torbocsil. Torbocsil. Trebuchets are massive siege weapons with a great range, available only in the Imperial Age. Remember that trebuchets must be packed to move. Be kell csomagolni a mozgatáshoz és ki kell csomagolni a támadáshoz. Szevasz, Boti. Endkám, köszi szépen az 5 hónapot. Köszi, köszi. Szerintem erre nincsenek felkészülve. Hát valószínűleg nem véletlenül adták ki a nevet. Ezt a nevet. Repusénak. Hát ti lesztek a kontroll, nem tudom, hanyas csapat. Control 7, és ti most itt fát vágtok, mert a kő elfogyott. Az ostrom műhely egységei 40% sebzést okoznak. Mert srácok a kémkutatás egyébként. Aha, aha. Ó, látom már mi itt a gond. Na, azt mondja, hogy a hosszú ardosokat kétkezes kardossá akarom változtatni, igen. Szevasz, Kizó. Ja. Hát igazából rámehetnénk a kastélyra. Erősíti a kastélyokat és a donjonokat azáltal, hogy 20% sebzést kapnak. Ó, igen. Látótávolság. Na és akkor még gyalogság sebzés. De konkrétan 7000 ponton van. Valóság 15 sérülést okoznak az épületeknek, és plusz 3 sebezést a kosok ellen. Aha. A laktanyákba az egységek gyorsabban jönnek létre. Jöhet. Eladunk. Húst, pénzér. Na csinálunk 4 torbócsilt.
Turbócsél, egy kis turbócsél. Ott van a kétkezes kardos. Kéne amúgy kolostal nekünk. Azt mondja, hogy a távolsági ostrom fegyverek, ostrom hajók plusz egy hatótávolságot kapnak, és 20%-kal több kárt okoznak. Jó. Feleszti az őr tornyokat, lehetővé teszi az erősebb, nagyobb támadási erővel rendelkező öreg tornyok építését. Növeli a tornyok és a dungeonok támadását. Kémiai kutatását. Hát igazából most már itt ezt le kéne zárni, és akkor nyugodtabbak lehetnénk. Gyalogság, lovasság, plusz 2 sebzés. Én nem tudom, hogy mondta André Busét. Annó. Na ott van, bajnok. Feleszi a 2000-es kardosokat és bajnokokat hozhat létre, akik erősebbek és páncéllal vannak felszerelve. Azt is akarjuk. Az egységeket 50%-kal nehezebb átalakítani ellenséges szerzetesek számára. Gyorsabb mozgás, több HP. Mit akartunk még itt csinálni? Csodát? Szerintem tutoriált ember még nem maxolt ki ennyire. Nem tudom, mire gondolsz. Azt mondták, legyen 10 ilyenünk. Úgyhogy lesz. De miért csak egy hajó van itt? Másikat elpusztították? Na, lehet elpusztították. Szevasz, tanár úr! Írtál DC-n? Na, nézem majd. Nézem majd. Ott vannak a festett fosztogatók. Oké, ezt itt át kell alakítsuk. Ezt itt át kell alakítsuk, azt mondja, hogy így. Így. Hogy nyomják? A vululú! Itt mindenkinek, srácok, hali-hali. Jó, fölépül ez itt, akkor leromboljuk. Hát, mondjuk is maradhat. Na gyertek, torbócsilok! Hát, tudtok oda lőni. Akartunk még valamit? Tornyok támadását? Nem ilyet akartunk, hanem ezt akartuk, csak nincs pénz. Ez, hogy nincs pénz. Szomorú. Na nézzük. Ó, igen. Hát ez elég gyors rektáció volt, srácok.
Jó. Oké. Tehát akkor még kell pénz. Még mindig kell pénz. Hogy magyarul van? Most jelent meg. Most jelent meg a magyarítás. Azt nem? Túl távol van? És az? Kíváncsi vagyok, hogy azt meg tudják előni. Még erről az oldalról. Ó, igen, meg tudják. Ő mit szeretne vajon? Hát már nem derül ki. Amúgy az enemy már nem is akar minket megtámadni? Hát akkor mi a fenének csináljuk itt a nagy készülődést? Na gyertek csak! Gyertek! Margaret, gyertek! Már meg se támad minket, ez így nem fun. Tü-tü-tü-tü. Azt mondja, hogy becsomagolás. Na, azt mondja, hogy egyes csapat, let's go. 8-as csapat, gyertek. Az elit festett harcosokat már meg is csináltuk. És ott van William Wallace is. Ott fénylik. Na. Igen, ezt akartuk még, a bajnokká a banzsálást. Oké, és oké, és tanárul. Tü-tü-tü-tü. Ti lesznek a Control 3-as csapat. Margaret. Erlav, egy kis Erlav. Pogo, pogo. Hamarosan behatolunk, srácok. És lesz pogó! Na, hol a bajnok? Ott van, na. Meg tudjátok nézni. Ő itt a kétkezes harcos. De hamarosan a bajnok lesz. Na, várjatok. Gyertek csak, csomagoljátok össze magatokat? Azt hiszem ellenségünk megtámad. Uh-huh. Meg akart minket támadni, de rájött, hogy hülyeség. Inkább csomagoljátok össze magatokat, ez így nekem nem tetszik. Na, szóval, hol van? Na! Buh, menő lett. Édes Istenem, mit csináltok? Jó. Akkor láncpáncél kutatása, az jöhet. Jó, menjünk inkább. Ja, csak azt a kastélyt le kell rombolni és kész. Basszus. Jó, akkor most már mehetünk. Margaret.
Én az egyiket arra utasítom, hogy azt ott szedje szét. Lassan 10.000 pontunk lesz itt a tutoriálban. Watch műhelybe kéne még egy fejlesztést kérni. Hopp, meg is van a 10.000 pont. A Falkirk-i angol kastély nincs többé, az angol követeléseknek itt Skóciában ezzel biztosabb vége, valaszerői diadalmaskodtak. Biztosnak tűnt, hogy Falkirknél vereséget szenvedünk, mégis valahogy bár az angolok angol hosszú jelszok mind számban, mind tudásban túlszárnyaltak minket, győztünk. Az angol váratlan rombolták, hogy a helyére egy skótot építsenek. William Wallace megmutatta nekünk a győzelemhez vezető utat. Bár csak egy ember, mégis másokat is nagy tettekre ösztönöz. A skót lovagok és urak közül sokan a kardjukkal álltak mellé. Wallace saját kardja egy 5,5 méteres vadállat, amit természetesen Skóciában kovácsoltak. 5,5 méter? Megesküdött, hogy nem pihen addig, amíg a kardja át nem metszi nyakiglám Eduard nyakát. A harc folytatódik, de mi már megtanultuk, hogyan működik a háború. Most az angolok megismerik végre az igazi félelmet. A turbo chill, igen. Ott is van. 10.000 pont. Egy óra volt ez a csata. Jesus. Hopp, ott William Wallace egybeolvadt velünk. Tessék. Jeanne d'Arc. A királyok kora hadjáratok. A hódító hadjárat. Vlad Dracula. A kunok évszázadok óta gyarapodnak Eurázsia hatalmas síkságain. Saladin. Pacsa Kuti. Leloi. Jesus. A nagy hercegei. A nagy nyugat hercegei. Wow! Ott vannak a kóp hadjáratoknál Attila a hun. A haldokló római birodalmat kizsákmányoló barbár hordák közül a hunok és kegyetlen királyuk Attila a legfélelmetesebb. A csekély római sarccal elégedetlen hatalmas hadvezér mozgósítja lovasait a birodalom szívének feltúlására és kifosztására irányuló hadjáratban. Semmi sem állíthatja meg a brutális Attilát. Ebben a hadjáratban Hunkén fogsz játszani. Wow. A Róma bukása. Devapala. Ez jó volt. Fejlett technikák. Fedezd fel a Sunce stratégiai bölcsességét és gyakorold az Age of Empires 2 lehetőségeit rövid kihívások sorozatában. Koreai gazdaság, ott te konkrétan challenge van a játék mechanikákra. Gyors kastélykor, dübörgés. Tehát a gyors kastélykor 14 perc alatt. Ne veszítsünk ellenfeleket. 7 perc alatt kastély lerombolás.
háború művészete bevezetője. Tök jó. Tessék, itt lehet olvasni a történelemről is angolul. A gótok, a gurdzsarák, a magyarok, ott van, a magyarsz. A sötétkor hadseregei. Mi van még itt? Modok. Minecraft Legends main menu. Ja, akik a konzolon játsszák, azoknak itt kell megkeresniük a magyarítást. Én magyarok, te magyarsz, és ő magyar? Igen, igen. Csatározás, hadjárat. Na, a zsendárkosat amúgy szerettem. Úgy rémlik. Hát végeztünk a tutoriállal, srácok. Bari. Konkrétan, Bari. Olaszország Bari kikötője. Germán, olasz, spanyol, szaracén, bizánci, bolgár. Na, ott van. Ott van az elfeledett hadjáratokban lehet magyarként játszani. A sárkány kitárja szárnyait. A nyírkos erdei tisztáson nem tudtunk tábort verni, így egy régi ösvényen vezettem társaimat a hegy tövébe. Szóval ja, végeztünk srácok a játék tutoriájával, a William Wallace-szal. Úgyhogy most már elkezdődhet a játék. Elkezdődhetne a játék, de nem kezdődik. Majd legközelebb. Még nem tudom, hogy mikor fogjuk elkezdeni a kampány végigjátszást. De így, hogy már a magyarítás is elkészült hozzá, igazából semmi nincs, ami kifogás lehetne, csak az, hogy ne fusson ennyi végigjátszás, mint amennyi éppen fut jelenleg a csatornán, és hát végignyomjuk ezt az Age of Empires 2-t. Ha ezzel megvagyunk egyébként terve van az egy is, nem tudom, hogy még a sorrend mi lesz, de hogy az egyet is szeretném végigjátszani, a hármat is, illetve a négyet is, az már más kérdés, hogy miből mennyit, vagy hogy kiegészítőstől, vagy csak az alapjátékot, ezt majd meglátjuk, de ez terve van. Az Age of Mythology-val azzal már végeztünk, én nagyon élveztem, ahogy emlékszem ti is, úgyhogy erről simán szó lehet. Jó volt megtapasztalni újra ezt a gémet, főleg így a Definitive Edition-ben. Most mindössze egyébként 5 euró a játék, nyilván kiegészítőket, azokat még így meg kell venni, de hogy ebben az 5 euróban alapból benne van az alapjáték, az Age of Empires 2, a régi, 99-es, és a hozzátartozó kiegészítő, valamint a HD Editionhöz tartozó kiegészítők is. Úgyhogy ez jó volt, srácok. Remélem, hogy ti is élveztétek. Klassz volt tényleg csapatni ezzel a gémmel újra. És hát nehéz megtartóztatnom magam, hogy így ne nyomjuk ezt most így tovább. De hát nem lehet mindenbe is belekezdeni.